Sziasztok! Köszöntelek benneteket, ez itt a Telepjáró. Egy átlagos magyar településen a polgármester után a legnagyobb tekintély a házi orvosokat övezi. Nem véletlenül, hiszen ők felelnek a falu népességének egészségéért. De mi történik akkor, ha nincs házi orvosa egy adott településnek? Az Országos Kórházi Főigazgatóság, Alapellátás Fejlesztési Igazgatóság egyik feladata, hogy nyilvántartást vezessen a tartósan betöltetlen háziorvosi körzetekről, ami megközelítőleg 600 település, város országszerte. Ez különösen azokon a térségeken okoz problémát, ahol többnyire hátrányos helyzetű szegény romák, illetve nem romák élnek, hiszen ha nem tudnak hozzáférni az alapvető egészségügyi ellátáshoz, különösen egy világjárvány közepén, nem kevés eséllyel romlik az ott élők egészségügyi állapota, ezt szakértők is alátámasztották. A probléma súlyosságát, talán mondhatom azt a választás közelettével, hogy átpolitizáltságát, az is mutatja, hogy a mai adásban, bár nagyon sokakat megkerestük a témával kapcsolatban, nagyon kevesen vállalták a nyilatkozatot. Volt olyan, hogy első körben igent mondtak, a későbbiekben pedig visszamondták. Így alakult ki az a helyzet, hogy ma kizárólag online megszólalók lesznek a műsorban. Tehát mai adásunkban próbálunk utána járni a betöltetlen háziorvosi praxisok miértjére. Vendégem lesz az orvosi kamara egyik tagja, egy polgármester, valamint egy orvostanhallgató. Most pedig nézzük meg közösen riportfilmünket. Születtem 1947. augusztus 21-én Kömlőn. Az egészségügyi állapotom, mint egy 75 éves, bízok benne, hogy ennél nagyobb bajom ne legyen, gyógyszereket szedek, fékezem magamot úgy, ahogy az illik. El kellett mennem az ősszel is a karomban sáblett, Hevesre az Esztékába. De lehet, hogyha itthon úgy lett volna orvos, bekötték volna kezem. El kellett mennem, busszal mentem, busszal jöttem, várakoztam. De most azóta, mióta orvosunk nincs, hogy tudja a bajom is, most jobban szédelgek. Hát volt olyan orvos, helyettes orvosunk van, sajnos. 2018-ban volt utoljára házi orvoslás, úgymond a településen, ami praxisként működött. Sajnálatos módon a házi orvosunk elérte a nyugdíjas korhatárt, és ebből adódóan, aki hosszú éveken keresztül vitte a praxis jogot a településen, elérte a nyugdíjas korhatárt, és onnantól kezdve igazából helyettesítő orvosként látják el a házi orvosi vizsgálatokat. Ilyen magas vérnyomással küzdöttem, ízületek. Hát meg mint a koromhoz illően, mint az előbb mondtam, hogy hát hogy különböző fájdalmak csak jelenkeznek, de hál' Istennek, mióta ez a vírus van, még nem volt olyan problémám, hogy kórházba kerültem volna, meg ne is legyen. Próbáltunk minden tekintetben, mindenfelé a megyén kívül INTS-t, kórházi főigazgatóságot megkeresni. Sajnálatos módon nem sikerült megállapodni, úgymond házi orvoslás tekintetében, ami a településnek két okból igen nagy problémát okoz. Az egyik a finanszírozás tekintetében, a másik meg az, hogy igazából, hogy nincs egy állandó olyan orvos, aki igazából folyamatosan, mint a korábbi években, ezt meg tudták tenni a településen. Volt olyan orvos, ha bementem, tessék már valamit adni, doktor úr, úszédülök. Hát, hány éves? Mondom neki, 80, akkor még 80 voltam. Hát azt mondja, már az öregségtű. Na jó van. Hát de mondom, aludni se tudok. Már ne csodálkozzon, 80 éves vagyok. De étvágyam sincs. Az is azért, mert 80 éves vagyok. De ezt, amikor állandó orvosunk volt, ugyanígy bementem egyik alkalommal, ahogy vártam, hogy rám kerüljön a sor. Doktor úr, tessék már velem valamit csinálni, mondom, olyan beteg vagyok. Azt mondja, látom. Tessék leülni. Leültetett, vérnyomásomot mérte, mondjam mi, hogy mi a panaszom, mi a bajom. Rögtön írta az antibiotikumot, egyebek.
Szóval ennyit jelent a helyettes orvos, én csak azt mondom maguknak. Hát első körben a finanszírozás, ami igazából nagy problémát okoz a településnek, hisz korábban, ahogy mondtam, ezt praxisjogként végezték el dr. Lakatos Sándor, és ők egyértelműen megkapták azokat a normatívákat, amiből ezt fel tudták tartani, és ezt követően a praxis az visszaszállt az önkormányzatra, és az önkormányzatnak egy fél év után sajnálatos módon a közel 2 millió forintos normatívát igen lecsökkentették, ami azt jelenti, hogy a jelenlegi normatívánk az 1.400.000 forint, ami most a 2022-es költségvetésünket igen mínuszba sodorja, oly módon, hogy a jelenlegi költségvetésünknél az orvosi kiegészítést, amit a költségvetésben meg kell oldani, az több mint 7 millió forint. Ez abból jelenik meg, hogy hát általában a helyettesítés házi orvos az közel 1.100.000 forintba kerül a településnek, emellett van 2 alkalmazott, egy adminisztratív, illetve egy szakápoló, és emellett természetesen az orvosi rendelőnek a fenntartási költsége. Ez közel 2 milliót viszel, ami 6-700.000 forintot jelent mínuszban az önkormányzatok. És ilyen önkormányzatnak is, mint a miénk, ahol igazából bevétel nagyon minimális, újabb adóterheket nem lehet kirúgni, és a jelenlegi adó kivetéseink is, a kommunális adó, illetve az iparűzés adóból befolyó bevételeink az éves szinten ilyen 5-6 millió forintot tud produkálni, de mellett természetesen szintén vannak olyan költségvetési helyek, sorok, ahol szintén mínuszos a költségvetés, ahova ott is valamilyen formában ki kellene pótolni, csak a kérdés nagy, hogy miből. Én azt szeretném, már nem csak hogy a magam nevében, hanem a községnek a nevében, hogy mint eddig volt, hogy volt állandó orvosunk. Most a sajtóból olvastam, az újságból, ami a hivatalkú van, újság, havontan vagy 2 havontan, hogy mátán állítólag Tiszanánáról már van olyan orvos, hogy hetente 3-szor rendel, a 2-nek telefonos férbe. Ez már nagyon jó a községnek, hogy már eztet is megkaptuk. Itt bármely orvos elfogadná itt ennek a praxisnak a jogosultságát. Én azt gondolom, hogy kaphatna egy olyan normatívát, amiből én azt gondolom, hogy becsületesen fenn lehet tartani. Emellett az önkormányzat nem zárkózik el abból a segítségből, mint ahogy korábban is tette, hogy ingyenesen biztosítja a házi orvosi rendelőt, sőt, ha szükséges, akkor biztosítunk, ami az orvosi rendelő felett van, szolgálati lakást, testvérdíjmentesen tudjuk biztosítani, emellett a takarítószolgálatot, illetve minden olyan rezsiköltséget, amit az épülettel, vagy az orvosi lakással, akár az orvosi rendelővel kapcsolatosan felmerül. Ezt az önkormányzat továbbiakban is át tudná vállalni, és szeretettel várunk ide házi orvosokat, akik tudnák vállalni ennek a praxisnak a tovább folytatását. És akkor köszöntöm első vendégemet online, Horváth Ernőt, a Debreceni Egyetem orvostan hallgatóját. Szia Ernő, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást. Én is köszöntök mindenkit. Hogyha minden igaz, akkor te is láttad velünk ezt a bejátszót. Milyen gondolatok fogalmazódtak meg benned, miközben nézted? Valóban nehéz ez a helyzet és ez a kérdéskör komplikáltál Magyarországon. Talán a most végző fiatal orvosok körében nem számít egy népszerű szakiránynak a házi orvosi szakterület. Ez talán azért van, mert első körben a klinikai szakirányokkal érintkezünk és találkozunk, és ezek jelentős számú hallgatót szívnak fel már a diploma után. És talán ez az egyik ok. A másik ok, amit érdemes figyelembe venni, az, hogy vidékre talán
kevesebben szeretnének költözni, a nagyvárosok mindenkit felszívnak, és a vidéki hangulat, a vidéki légkör talán kevesebb embernek lehet a manapság, illetve a mai fiatalok körében épszerű. Viszont tényleg vannak próbálkozások, nagyon sok praxisban nagyon jó ajánlatok vannak, mind anyagi szempontból is, most az utóbbi időben 40%-kal emelték ugye a háziorvosok bérezését, szolgálati lakás, ahogy a videóban is elhangzott, vannak próbálkozások, de sajnos a tendencia az tényleg az, hogy egy előregedő háziorvosi társadalmat láthatunk. Te jelenleg még hallgató vagy, és hogyha jól tudom, akkor körülbelül 2 éved van még hátra. Te esetleg gondolkodsz-e azon, hogy házi orvosnak mész, vagy mi a te pontos célod azzal, hogy orvosnak tanulsz? Igen, én 4 éves vagyok egyébként, 4 évesként tanulok. Nem fogalmazódott még meg bennem 100%-ban az, hogy milyen szakirányba szeretnék majd orientálódni. A házi orvoslás egyelőre engem sem vonz. Magyarországon a magyar társadalomnak az egészségtudatossága talán hagy kívánni valót maga után, és azért a házi orvosok első körbe találkoznak ezzel a frontvonallal, hogy itt jelentős életmódbeli változásokat kéne véghez vinni, amik nagyon nehéz és bonyolult folyamatok. Én egyébként hon és katasztrófavédelmi orvos szeretnék lenni, de emellett érdeklődtem az anesteziológia, illetve a sebészet iránt is. De hát tényleg még van időm azt hiszem eldönteni, hiszen nekünk diploma után kell majd szakosodni. És Ernő, mit gondolsz, mikor válna számodra esetleg vonzóvá az, hogy házi orvos legyél? Hát én személyiségemből adódóan is mindig egy pörgősebb irányvonalat éltem az életemben, és számomra ez kevésbé mozgékony, illetve kevésbé aktív munka, így semmiképp nem gondolkoztam el ezen. Nagyon keveset hallani arról, hogy roma származású fiatalok orvosnak tanuljanak. Szerinted ennek mi lehet az oka? Esetleg rajtad kívül van-e még olyan csoporttársad, aki roma származású? Igen, valóban kevesen tanulunk, az egész országban nem sokat ismerek. Sokat gondolkoztam, hogy mi lehet ennek az oka. Én csak a saját példámból tudok építkezni, és arról tudok nyilatkozni. Eleve egy fiatal számára az elköteleződés nem egy egyszerű folyamat. 18 évesen ott áll az ember, hogy el kell dönteni azt, hogy egész életében mit akar csinálni. És azért ez az a pálya, ahova kell egy elkötelezettség, kell motiváció, nagyon sok energiát, meg időt kell belefektetni abba, hogy már a felvételi követelményeknek megfeleljünk. Ez roma és nem roma hallgatókra, illetve jelentkezőre egyaránt igaz. Ezen kívül, hogyha valaki roma származásuként tanul középiskolában, illetve közoktatásban bárhol, nincs egyszerű élete, vagyis nekem nem volt az. Én találkoztam mindig azzal, hogy a bőröm színe kicsit másabb, mint a többieké, és ez negatív hátrányként ért. És hogyha nincs mögöttem az a támogató közeg, nincsenek ilyen elkötelezett céljaim, akkor nagyon sok olyan környezeti tényező volt az életemben, ami eltérítetett volna erről a pályáról. És hát tényleg ez egy nehéz dolog, extrán nehéz dolog romaként, és talán ez lehet az oka annak, hogy azért vagyunk ilyen kevesen, de bízom benne, hogy ez változik majd a jövőbe. Említetted az előbb, amikor beszéltél arról, hogy a házi orvosi praxis az egy ilyen első frontvonal, és hogyha ez már nem az lesz, akkor mit várhatunk el a közeljövőben ezzel kapcsolatban? Ezzel kapcsolatban az a véleményem, hogy a házi orvosi praxis talán akkor lenne népszerűbb, illetve most, hogy megtörtént ugye az orvosoknak a béremelése, talán már tényleg olyan feltételek lesznek, amik egyre több embernek lesznek majd kedvezőek és népszerűbbek. Úgyhogy ebbe kell bízni, hogy most tényleg történt egy olyan változás, amilyen eddig még nem volt, és ennek a hatását, hogy érezzük, még egy kis időnek el kell telnie ahhoz, hogy végezzen megfelelő mennyiségű hallgató, és akkor egyre több ember lesz majd, aki valószínűleg el fog ezen gondolkodni.
Mi mit gondolsz a romáknak az egészségügyi hozzáféréséről? Nagyon nehéz, ugye, abból a szempontból is, hogy a romák számba, vagyis a romák körében nagyon sok a hátrányos helyzetű, a munkanélküli, ezáltal nincsen társadalombiztosításuk, hisz nem tudnak hozzáférni az egészségügyi ellátáshoz. És ezen túl is, amelyik roma származású ember eljut az egészségügyi ellátásba, hát kulturális különbségekből adódóan egyébként minden ember számára létezik ez a köppenyszindróma, ami eleve egy feszült helyzetet teremt a beteg számára. Ezen kívül vannak kulturális különbségek, és akkor ez egy alapvető bizalmatlansággal indul egy roma embert az egészségügyben, mikor találkozik az ottani személyzettel, és akkor ez így mind megnehezíti az ellátást, és akkor van egy nehéz hozzáállás a beteg részéről is, hiszen neki vannak panaszai, ő beteg, és akkor van egy érdekes hozzáállás a másik oldalról is, mert hogy tudják, hogy ezeket az embereket nehezebb kezelni, nehezebb bármire rávenni, különböző vizsgálatokra, terápiát felírni nekik, és hogy ez nagyon nem egyszerű, nagyon nehéz. Ernő, van hozzád egy utolsó kérdésem. Te most ugye gyakornok vagy, és így látsz valós szituációkat is a kórházban, és engem az érdekelne, hogy így, hogy van egy világjárvány, amiről beszélünk, ugye a COVID, hogy ilyenkor milyen változások vannak a kórházban, milyen gyakornoknak lenni ilyenkor? Nagyon zsúfolt. Mi gyakornokként igazából próbáltak az egyetemi oktatás, meg a vezetés próbált minket távol tartani az igazi vészhelyzettől, de hogy most már eltelt annyi idő, hogy kialakult egy protokoláris eljárás, kialakult egy megfelelő rend, amiben könnyebben be tudnak minket integrálni, mint nyilván ezelőtt, amikor még nagyon nagy fejetlenség volt, és senki nem tudta, hogy mit merre. Hát ilyenkor tényleg megváltozik a kórház hangulata, az emberek hangulata is teljesen más, a szakszemélyzet olyan esetekről, olyan hetekről, olyan hónapokról számolt be, amiket végighallgatni is rossz volt. Nagyon durván le volt terhelve a magyar egészségügy, én azt látom a COVID helyzet alatt is, és hogy teljesen nem tudom, hogy ki az, aki ezt így nem tudja felfogni, vagy nem látja, és azt mondja, hogy nincsen vírus, meg ilyenek, szóval, hogy ez így, nem tudom, mert hogy mi tényleg ott első körben találkoztunk ezzel, és hát amikor olyan osztályokat, ahol egyébként így a hétköznapokban nincsen túl zsúfoltság, meg mindig van 8-10 szabad ágy, olyan osztályokon most tel is tele voltak a szobák, és már nem tudták az emberek az ágyakat hova tenni, azért az jelent valamit. Nagyon szépen köszönöm, Ernő, hogy időt szakítottál ránk, és további sikereket kívánok neked a tanulmányaidba. Vigyázz magadra, Ernő, köszönöm szépen. Köszönöm szépen a meghívást. Sziasztok, sziasztok. Következő vendégemet szintén online kapcsoljuk, a Magyar Orvosi Kamara háziorvosi csoportjának vezetőjét, dr. Sós Zoltán háziorvost. Szeretettel köszöntöm a műsorban, Zoltán, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Üdvözlöm a nézőket, hallgatókat. 2020-ban jócskán a pandémia közepén alakult a házi orvosi csoport. Miért tartotta fontosnak a Magyar Orvosi Kamara, hogy megalakuljon egyáltalán ez a csoport? A helyzet az, hogy az orvosi kamarán belül a házi orvosok jelentős létszámot képviselnek. Összességében az alapellát a fogorvosokkal együtt csak nem 10 000 fő az, akit a házi orvosi csoport képvisel. Ez ugye a kamarának a hozzávetőleges 40 000-es létszámához képest csak nem az 1/4 a kamarai tagságnak, és nem volt eleddig a házi orvosoknak speciális érdekképviselete, vagy a kamarában a speciális házi orvosi problémáknak megfelelő megjelenítési felülete. Korábban működött a kamarán belül a háziorvosi szekció évtizedeken keresztül, nagyon jó tapasztalatokkal, aztán valahogy egy évtizeddel ezelőtt sajnos elsorvadt a személyi okokból, akik korábban motorjai voltak ennek az egész szerveződésnek, őket elveszítettük, és aztán utána igazából a kollégák részéről jött meg ez az igény,
Nem is annyira a pandémia kapcsán, de sokkal inkább amiatt, mert a kamarán belül azt gondoltuk, hogy meg kell jelenítsük a speciális házi orvosi szempontokat, esetleges problémákat. Mai adásunkban ugye arról beszélünk, hogy mennyire hiányos a házi orvosi szakterület ma Magyarországon, illetve hogy mennyire leterheltek a jelenleg praktizáló házi orvosok. És arra lennék kíváncsi, hogy van-e arról bármilyen adat, hogy mennyi település jut átlagosan egy házi orvosra ma, és hogy mi lehet ennek a problémának a gyökere? Hát ezt nehéz megmondani, hiszen háziorvos és háziorvos között van különbség. Jellemzően a nagyvárosokban nincsen probléma a háziorvosi ellátással, nem is nagyon találunk betöltetlen körzeteket. Ha megvizsgáljuk akár országosan, akár egy-egy megyére vonatkozóan a betöltetlen praxisoknak a számát, illetve elhelyezkedését, akkor azt látjuk, hogy ezek azért jellemzően a központoktól távol eső településeken találhatóak ezek a betöltetlen praxisok. Azt fontos megjegyezni és hangsúlyozni, hogy a betöltetlen praxis az nem ellátatlan praxis jelent. Ezek a praxisok is ellátásra kerülnek valamilyen módon, jellemzően helyettesítéssel. A környékben, a szomszédos településen dolgozó kollega révén az önkormányzattal történő megállapodás után ugye jelenleg több mint 600 betöltetlen praxis van Magyarországon. Ez a 6500 felnőtt és gyermekházasi praxisnak a egy tizede. Mondhatnánk azt is, hogy minden tizedik praxis betöltetlen, vagy minden tizedik beteg az legalábbis az ellátáshoz való jutása az nehezítettebb. De azt is mondhatnánk, hogy mi az oka, amikor ez a kérdés fölmerül, akkor tulajdonképpen nagyon egyszerű választ is adhatnánk rá, hogy pont azért nincs házi orvos ezen a településen, amiért postahivatal vagy élelmiszerbolt sincsen. Itt tényleg döntően a központoktól való távolság, a rosszabb szocioekonomiai helyzet, egyszerűen az infrastruktúrális nehezítettség, az az, ami leginkább ezeket a betöltetlen körzeteket jellemzi. És az, hogy helyettesítés van, tehát nincs állandó házi orvos egy településen, az nem megy a gyógykezelés minőségének a rovására? Hát nézze, nyilván más a betegnek az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutási lehetősége egy helyettesített praxisban, ahol tételezzük fel hetente kétszer vagy háromszor jelenik meg egy-egy órára a kollega, mint abban a praxisban természetesen, ahol minden nap háziorvosi ellátáshoz juthat, ez bizonyos. Én azt gondolom, a kollégáim, akik a helyettesítést biztosítják ezekben a praxisokban, a tőlük telhető maximumot megteszik a betegek ellátása érdekében, de hát ez értelemszerűen nehezítettebb ebben a helyzetben. A doktor úr előtt volt egy interjúm egy fiatal orvostan hallgatóval, aki elmondásai alapján nem tartja vonzónak a házi orvosi szakirányt, és ön arra lennék kíváncsi, hogy vajon mi lehet az oka annak, hogy a mai fiatalok nem választják azt, hogy házi orvosok legyenek? Ezt szomorúan hallom, és ezzel kapcsolatban nekünk házi orvosi vezetőknek van is tennivalónk. A kifejezett cél a kamarán belül is, hogy egyetemi képzőhelyekre eljussunk, és a 5-6 éves orvos hallgatónak bemutassuk a házi orvoslást, meg a házi orvosi létet, mert én azt gondolom, sokszor olyan információk alapján formálnak véleményt a leendő kollégák, amik nem feltétlenül első kézből valók, hanem elmondások alapján. Sajnos a klinikai kollégák nem könnyítik meg a helyzetünket, mert a klinikus kollégák részéről a háziorvos még mindig egy picit lesajnált kolléga, miközben én azt gondolom, hogy háziorvosnak lenni az egyik legszebb hivatás és a legjobb lehetőség a háziorvosként, ugyanis az embernek nincsen főnöke, saját maga építi a praxisát, és saját maga szabja meg, hogy milyen feltételek, eszközök, felszereltség mellett végzi a tevékenységét. Gyakorlatilag egy mini klinikát be lehet rendezni egy háziorvosi rendelőben, akár vidéki környezetben is. Ehhez persze az kell, hogy a jelenleg a járóbeteg ellátásban ellátott tevékenységeknek
egy jelentős része az lehozható lenne az alapellátás szintjére. Magyarul el tudnánk látni azokat a szakmai feladatokat, amik jelenleg a szakellátásban történnek meg. Na, hogyha ez társuló finanszírozás is megjelenhetne az alapellátásban, sokkal vonzóbb lenne értelemszerűen ezeknek a feladatoknak az ellátása. Csak egy egyszerű példát mondjak. A háziorvos kollega egy licenc elvégzését követően mondjuk képesített lenne egy hasi ultrahangnak a végzésére, hogyha azért a hasi ultrahang elvégzéséért megkapná a finanszírozást ugyanúgy, mint ahogy a szakrendelő, akkor bizonyosan sokan gondolkodnának el azon, hogy beruháznak egy ilyen ultrahangba, és nem kell a betegeiket szakrendelőbe küldeni azért, hogy eldöntsék, hogy mondjuk veseköves vagy epeköves problémája van-e, vagy bármilyen más hasi panasz van, ami az ultrahanggal könnyen diagnosztizálható. Most jelenleg egy kiöregedő szakmáról beszélünk. Mi lesz akkor, milyen jövőbeli kimenetelre számíthatunk akkor, hogyha a jelenlegi házi orvosok nyugdíjba vonulnak, esetlegesen eltávoznak? Tehát mire számíthatunk, hogyha a mostani fiatalok nem fognak úgymond utánpótlásként házi orvosnak állni? Ez nagy probléma, és látva a korfát, hogy csak nem 60 évet eléri már az átlag életkor, és ebben döntően nagy számban vannak a 65 feletti nyugdíj fölött dolgozó kollégák. Ez azt jelenti, hogy már 5 éven belül is, de 10 éven belül bizonyosan egy humán erőforrás krízis kezd kialakulni, vagy fog kialakulni az alapellátásban. Ezért is gondolom, hogy nekünk is háziorvosi vezetőknek, de a döntéshozóknak is komoly felelősségük van abban, hogy a fiatal kollégák számára vonzóbbá tegyék a háziorvosi szakmát. Mit értek ez alatt? Ugye beszélünk a betöltetlen körzetekről. Ezekre a betöltetlen körzetekre bizonyos praxisprogramok indultak, amelyek a letelepedést támogatják. Az a praxis, ahol már gyakorlatilag 5 év óta nincsen, vagy nem betöltött, és ott kezd el dolgozni egy kollega, az egy 20 millió forintos letelepedési támogatást kaphat meg, és ezért 4 éven keresztül kell vállalnia, hogy ott szolgálatot biztosít. Én azt gondolom, hogy ez egy vonzó alternatíva, de miután a finanszírozás maga döntően nem változott, csak a bérkiegészítés része alakult jobban, ezért még mindig nincs elismerve, hogy ezekben a igazából leszakadóban lévő, rosszabb szocioökonomiai helyzetű településeken nyilvánvalóan nehezebb a háziorvosi ellátást biztosítása is, sokkal nagyobb, több munkával jár. Doktor úr, engedjen meg egy utolsó kérdést. Kering egy olyan szóbeszéd, hogy azokon a településeken vagy térségekben, ahol többnyire romák laknak, nem nagyon akarnak oda menni dolgozni az orvosok háziorvosként, hogy milyen tapasztalatok vannak ezzel kapcsolatban? Szerintem ez nem a roma-nem roma kérdés mentén kell feltenni, hanem én azt gondolom, hogy ez a településeknek a hátrányos helyzete. Nem csak a roma lakosságot jelent azok a leszakadó területek, nagy számban élnek ott többségi társadalomhoz tartozó páciensek is. Én nem gondolom, hogy ez a roma lakosságnak az ellátása, vagy az elnemlátási szándéka az, ami a kollégákat visszatartja, nem egész egyszerűen ez a rossz szocioökonomiai helyzet, gyenge infrastruktúrális hálózat. Hát csak gondolja el, hogy tulajdonképpen nem csak az orvosnak kell megtalálni ott a számítását, és tudnia nap után végezni a munkáját. Ennek az orvosnak van egy felesége, akinek szintén kell munkát találni a környéken. Ennek az orvosnak alkalmattán vannak gyermekei, akit iskolába kell járatni, óvodába kell járatni, esetleg bölcsödébe, nincsen bölcsődei ellátás a környéken. Szóval ez az ennél egy kicsit sokrétűbb kérdés. Nem hiszem, hogy ez a kérdés a roma-nem roma lakosság ellátása, vagy elnemlátása mentén merül fel. Nagyon szépen köszönöm, doktor úr, hogy időt tudott ránk szakítani, és további jó munkát kívánunk önnek. Még egyszer köszönöm, hogy interjút adott nekünk. Köszönöm a lehetőséget, minden jót, viszontlátás. Mai adásunk utolsó vendégét szintén online kapcsoljuk. Halmajugra polgármesteréről van szó, Lakatos Rozáliáról, és hogyha minden igaz, akkor ő itt van velünk, és hall bennünket már. Szia, Rozália, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a megkívásunkat a műsorba. Szia, sziasztok, és én is köszönöm, hogy meghívtatok. El tudnád mondani nekünk, hogy mi a helyzet most Halmajugrán a háziorvost illetően? Igen, természetesen. Jelenleg, illetve már több éve helyettesítő házi orvosunk van, ami azt jelenti, hogy napi 2 órában
tartja a rendelést. Végül is minden nap itt van, de csak maximum 2 órában. Szerinted mi okozhatja ezt a kialakult helyzetet, hogy nagyon sok településen nincsen állandó házi orvos, csak helyettesítő? Én úgy gondolom, hogy ez országos jelenség, tehát nem lehet lebontani falvakra, településekre, vagy akár városokra. Mindenhol úgy hallottam, hogy ez problémát jelent, kevés, tehát hiány van orvosokból, és talán esetleg még az is szóba jöhet, hogy nagyon sok most már a magánpraxis, és inkább oda mennek az orvosok. Tehát nem sokan választják ezt a módját az orvoslásnak. Egy kicsit beszéljünk arról a településről, ahol te polgármester vagy. Hányan laknak itt, milyen arányban laknak romák ezen a településen? Mit lehet tudni erről a településről? Ugye Halmajugra Heves megyében van, Gyöngyöstől 10 kilométernyire. 1300 lakosú a település, amelynek 90%-a roma. Úgyhogy elég sokan vagyunk, hál' Istennek. Azért kérdeztem ezt meg tőled, mert az imént beszéltem egy házi orvossal, és neki is feltettem ezt a kérdést. Említetted, hogy 90%-ban roma lakosok vannak a településen, és van egy ilyen szóbeszéd, hogy azokon a településeken, ahol jószerivel romák laknak, oda nem szívesen mennek dolgozni az orvosok. És Rozália, mivel tudnátok oda vonzani egy házi orvos a településre, aki nem helyettes, hanem mondjuk állandóan betölteni ezt a pozíciót? Mit tudtok felajánlani egy orvosnak? Hát a település ebből a szempontból is szerencsés, ugyanis a bevételünk elég magas a többiekhez képest, ami azt jelenti, hogy amikor mi álláshirdetést adunk föl, adtunk is föl ugye akár házi orvos tekintetében is, akkor szolgálati lakást tudunk biztosítani, akár többletjuttatást, tehát anyagi juttatást is tudunk biztosítani, prémiumokat, jutalmat, ingyenes telefonhasználatot, tehát szinte mindent, amit kérnek. Orvosi rendelőnk egyébként nagyon jól felszerelt, tavaly Magyar Falu programban is nyertünk eszközöket, úgyhogy azzal sincs probléma. És milyen hétköznapi problémákat okoz az, hogy nincsen állandó házi orvos a településen? Gondolok itt az idősekre, vagy a kisgyermekes családokra. Hát most ez nagyon aktuális egyébként ez a kérdés, mert ahogy mondtam, helyettesítő házi orvosunk van, akivel nagyon-nagyon meg vannak elégedve a lakosok, tehát nagyon jó szakember, kedves tényleg, viszont az, hogy ő több helyen is helyettesít, az azt vonza magával, hogy csak 2 órát tud naponta nálunk lenni, és hogyha olyan eset van neki a másik településen, még 2 településen van rajtunk kívül, akkor van, amikor késik a rendelésről, ez szokott kisebb problémákat felvetni, viszont korábban nálunk volt gyermekorvos is, aki február 1-től már nincs, tehát ő felmondott, és most ebből viszont vannak problémáink, mert azért sok kicsi van, sok kisgyerek van, és még ezt is a házi orvosnak bevállalni, ez nagyon sok. Úgyhogy ez most nekünk probléma, mert nem találtunk másik gyerekorvost. És mit gondolsz arról, hogy az önkormányzatnak milyen felelőssége van abban a tekintetben, hogy van vagy nincs házi orvos a településen? Hát ha a törvényi előírás nézem, akkor ugye az önkormányzatnak azt kell biztosítania, hogy a környezetünkben legyen olyan orvos, ahová a lakosok el tudnak jutni. Ha itt Halmajugrán egyáltalán nem lenne, akkor ugye legközelebb Gyöngyösre kellene nekik beutazni. Az autóbusz közlekedés az hát végül is létezik, de nem olyan gyakori, tehát nem óránként vannak buszok, úgyhogy ahhoz igazodni egy kicsit nehézkes lenne. A másik kérdése viszont az, hogy szükség van arra, hogy legyen helyben orvos, mert ahogy mondtad is, hogy azért vannak idősek, akiknek nem olyan egyszerű bejutni akár busszal is Gyöngyösre.
Úgyhogy nagyon örülök, hogy legalább helyettesítő orvosunk van itt helyben. És milyen lehetőségek közül tudna választani az önkormányzat arra vonatkozóan, hogy mondjuk megoldott legyen az orvoslás a településen? Mármint, hogy teljesen. Hát nem sok jót látok ebben, nem sok lehetőséget. Ahogy az elején is beszéltük, ugye országos probléma, hiány van orvosokból, házi orvosokból mindenhol szinte. Úgyhogy olyan tényleg megoldást én nem látok a közeljövőben erre. Tehát ahhoz a kormánynak kell olyat kitalálnia az orvosok részére, hogy itt maradjanak Magyarországon, és minél többen vállalják azt, hogy akár egy-egy körzetet ellássanak, mint házi orvos. Rozália, én nagyon szépen köszönöm, hogy időt szakítottál ránk, és tudtál velem beszélgetni. További jót kívánok nektek a településen, remélem, hogy hamar megoldódik ez a problémakör nálatok is. Nagyon szépen köszönöm még egyszer. Én is nagyon köszönöm. Sziasztok! Nagyon szépen köszönöm minden vendégemnek, hogy így online formában tudtunk beszélgetni, és a nézőknek is nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmet. Tartsatok velem jövő héten szombaton is, addig is vigyázzatok magatokra, sziasztok!